Debreceni Szakképzési Centrum Beregszerszipár Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatójaként nagyon sok szeretettel ajánlom a kedves pályaválasztás előtt álló 8. osztályosoknak és szüleiknek iskolán bemutatkozó videófilmjét. Fogadják szeretettel! A Debreceni SC Beregszászi Pár Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Debrecen egyik legrégebbi oktatási intézménye. 111 évvel ezelőtt, 1905-ben alapították. Az akkori iskolaépület Debrecenben a Burgundia utca egy szám alatt található. 2010-ben költöztünk át a mostani Jerikó utcai épületbe. Az informatika, valamint a villamosipar és elektronika ágazatokban szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseket folytatunk. Szakgimnáziumi tanulóink az informatika ágazatban műszaki informatikus, szoftverfejlesztő és gazdasági informatikus, míg a villamosipar és elektronika ágazatban automatikai technikus és elektronikai technikus szakmát szerezhetnek. Az informatika területén kiemelten kezeljük a kor elvárásainak megfelelő, modern operációs rendszerek kezelésének és adminisztrációjának, a programozási nyelveknek és az iparban elvárt hálózati ismereteknek az oktatását. Az iskola keretein belül Cisco Akadémia működik, aminek sikerét mutatja, hogy iskolánk 10. évfolyamos tanulója 348 versenyző közül 5. helyen jutott be a Cisco ITE verseny országos döntőjébe. Az automatikai technikus képzést évek óta sikeresen folytatja iskolánk. Tanulóink eredményesen vizsgáznak és helyezkednek el a munkaerőpiacon. Az elmúlt években legjobb diákjaink kiemelkedően szerepeltek országos és nemzetközi szakmai versenyeken. Balázs Dávid vagyok, Beregszászban érettségiztem, majd itt szereztem meg az automatikai technikus szakmát. Több nemzetközi, illetve országos versenyen is részt vettem, köztük a WorldSkills nevezető világversenyen, ami Brazíliába került megrendezésre 2015-ben, ahonnan kiválósági éremmel távoztunk csapattársammal, Zülei Krisztiánnal együtt. A növekvő munkaerőpiaci igényeknek megfelelően az idén újraindítottuk az elektronikai technikus képzést. A magas színvonalú gyakorlati oktatást az iskolaépületben található, jól felszerelt villanyszerelő, elektronikai és fémipari tanműhelyek, NI labor, valamint mérőtermek, informatikai termek és szaktantermek szolgálják. Szakközépiskolai képzéseinket azoknak a 8. osztályt végzett tanulóknak ajánljuk, akik számára fontos, hogy mielőbb piacképes szakmát szerezzenek. Számukra is biztosította a szakma megszerzése után 2 éves képzés keretében az érettségi megszerzésének lehetősége. Iskolánkban a villanyszerelő képzés nagy hagyományokkal rendelkezik. Villanyszerelő tanulóink jelentős része tanuló szerződéssel olyan külső cégeknél és gazdálkodó szervezeteknél részesült gyakorlati képzésben, mint például az FHG Magyarország Ipari Kft. Vagy a Bauviv Kft. Jelenleg a villanyszerelő szakma hiány szakmának számít megyénkben, ezért a képzésben résztvevők tanulmányi eredménytől függő jelentős mértékű ösztöndíjat kapnak, melynek mértéke akár 35 000 forint is lehet havonta. Villanyszerelő képzésünk sikerességét jelzi, hogy 2014-ben és 2015-ben Beregszász is tanuló nyerte a szakma kiváló tanulója verseny országos döntőjét villanyszerelő szakmában. A következő tanévtől a piaci igényekhez igazodva beindítjuk az elektronikai műszerész képzést 8. osztályt végzettek részére. Miért jó a Beregszásziba járni? Hallgassunk meg erről 2 diákot. Fülöp Ágnesnek hívnak, a Beregszásziba tanulok. Nagyon szeretem az iskolát, mert az iskola közössége nagyon jó. Informatika ágazaton vagyok, 11. évfolyam. Az informatika nagyon érdekes és sokszínű. A nagyon kecskés Lajos Krisztián. A Beregszásziban tanulok 12. B-osztályos tanulóként. Azért szeretek ide járni, mert a közösség megértő, a tanárok odafigyelnek ránk. Ha végeztem az iskolában és letettem az érettségét, elkülönkezik, hogy szeretnék tovább tanulni.